következő előadás egy olyan lesz, amire megint nagyon kell figyelni. Itt egyöntetű az a vélemény, hogy az 1990-es 4-es törvénycikk az egy új nagy áttörés volt, és mai napig is bizonyos fokig úgy tisztelettel nézünk, adózunk azokra, akik ennek a munkálásában részt vettek. De az is elhangzott, hogy a finanszírozás megoldatlan kérdés volt. Az egyházak szabadságához hozzátartozik a finanszírozási kérdésnek a rendezése. Ez egy külön konferencia témája lenne. Látom, Platt Ivánnak már felcsillant a szemem, és nagyon sokat beszélt róla, és jogosan. Most valami olyasmit hallunk, amiben én nem tudom, hogy Ruzsa Ferencnek mi lesz az előadása, de a címéből azt sejtem, minden egyház biznisz, itt a finanszírozásról szó lesz. Drága Ruzsa tanár úr, tied a szó. Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, ezen a konferencián én vagyok az igazi kakukktojás, nem vagyok alkotmányjogász, nem vagyok vallásszociológus, egy filozófus vagyok, nem jogfilozófus, és nem speciálisan vallásfilozófus, emellett orientalista. Mint ilyen, konkrétan indológus, indiai vallásokról, hinduizmus, buddhizmus tudok ezt-azt, illetőleg ezeknek az indiai eredetű vallásoknak a magyarországi jelenlétéről, az ezekkel kapcsolatos társadalmi tapasztalatokról is van. Egyáltalán nem tudományos, hanem nagyon is személyes, de sok tapasztalatom. Ennek megfelelően természetesen nem az egyház finanszírozás kérdéseiről fogok beszélni. A cím a Minden Egyház Biznisz, a kiinduló vitairat egyik nem centrális szálát ragadta meg, de lényegében csak figyelemfelkeltő célú. Természetesen minden egyház biznisz. Ha a bizniszot lefordítom magyarra, ugye üzlet, vállalkozás, megélhetés, stb. Minden komoly egyháznak természetesen vannak alkalmazottai, közte hívők és nem hívők. Minden komoly egyháznak van tulajdona, amit fenntartani és gyarapítani törekszik, stb. Teljesen magától értetődik, tehát hogyha egy egyház nem biznisz, akkor az valami egészen különleges alakulat. Ez nem lehetetlen, hogy teljesen magánemberek komoly vallási szervezetet csináljanak bármifajta anyagi, gazdasági relevancia nélkül. Nyilvánvalóan vannak ilyenek is az egészen kis közösségek között. De a komoly egyházak mind-mind biznisz egyházak. Ez tehát nem egy leszóló jelzés, egyszerűen leírása annak, hogy mit csinálnak. Nyilvánvalóan, akik ezt a szót használják, ezt a leszóló kifejezést, azok arra gondolnak, hogy csak biznisz, semmi közük az Atyaistenhez, a kinyilatkoztatáshoz, a szentséghez, a transzcendenciához, a lelkibékéhez, vagy melyik egyháznak mihez illene, hogy köze legyen. Azt gondolom, hogy mindnyájan, akik találkoztunk különféle vallásos jelenségekkel, intézményekkel és személyekkel, pontosan tudjuk, hogy nincs olyan, hogy egy egyház tisztán megfelelne a elméletileg elvárható ideálnak. Természetesen minden egyházban vannak totálisan hitetlen vezető személyiségek is. Minden egyházban vannak gazemberek, közte olyan bűncselekmények elkövetői, amiket a mai társadalmi konszenzus rendkívül mély megvetéssel sújt. Nyilvánvalóan felesleges példákat keresni erre a dologra. Annak idején abban a buddhista közösségben, közösségekben, ahol legtöbbet jártam, igen gyakran használták azt a kifejezést, hogy megélhetési buddhisták, és volt ennek egy nem nagyon durva, de kétségkívül lenéző éle ennek a kifejezésnek. Nyilvánvalóan mindjárt értik, hogy mire céloztak, akik ezt a kifejezést használták. Minden esetre érdemes felidézni, hogy a buddhizmus klasszikus alapvető szövegei, mindenekelőtt a Mahayana szútrákra gondolok, a tökéletességek közül a legelső és legkiemeltebb tökéletességként említik az adakozás tökéletességét, ami kétféleképpen valósul meg. A buddhista professzionista tanítást, természetesen az sokkal-sokkal értékesebb ajándék. Az egyszerű világi buddhista meg adakozik, és pedig természetesen, ha a buddhista szerzetesnek adakozik, az az igazi adakozás. A többi se bűn, éppenséggel csak tök mindegy. Tehát az, hogy egy egyház az tekintettel van az anyagi érdekeire, ez nem újdonság, nem meglepetés, és nem kötőzik az egyház szavához vagy formájához sem. Ugyanígy a régi hindu tradícióban a legarchaikusabb
vallási rituális kérdéseket bőven pertraktáló szövegeink, a bráhmanák, körülbelül 2500 éves szövegekről beszélek. Egyértelműen legkidolgozottabb és leghangsúlyosabb része a daksinára vonatkozó rész. A daksina egy sok jelentésű szó, de a bráhmanákban mindig ugyanazt jelenti, a pap tiszteletdíját jelenti. Természetesen a szövegek olvasásával nyilvánvaló, hogy ezek a szakrális javaslatok egy kicsit felüldimenzionálják a dolgot, tehát ha 1000 tehenet írnak elő, és a pap kap egy tehenet, akkor mindenki egészen jól érzi magát a végén. Az, hogy az egyházal, sőt, nem csak az egyházal, hanem a szakrajtással való viszony, az gazdaságilag egy teljesen normális, tisztességes kapcsolat. A latinoknak volt erre egy, felteszem mindmáig igen közismert kifejezése, do ut des. Én adok az Istennek áldozatot, ajándékot, tiszteletet, azért, hogy ő meg adjon nekem segítséget, támogatást, sikert, mindent, amit az égiektől várni lehet. Tehát egyáltalában nem idegen vagy összeegyeztethetetlen a különféle tradicionális transzcendencia fogalmakkal ez a bizniszviszony. Én azt gondolom, hogy a fentiek alapján nyilvánvaló, hogy elvileg teljesen lehetetlenség biznisz egyházakról és nem biznisz egyházakról beszélni. Biztos komoly szociológiai felmérés tudna mutatni olyan egyházakat, amiknek a tevékenységében érezhetőleg nem centrális vezérlő motívum az anyagi szervezés, olyat nem, amelyik ezt nem kezeli súlyán, mert az már rég csődöt jelentett. És nyilván lehetne olyanokat találni, ahol nagyítóval sem lelnénk fel bárkinek a komoly, hitszerű tevékenységét. Azonban pontosan ennek a kérdésnek a vizsgálata minden modern demokrácia alkotmányos alapelveit brutálisan sérteni. Azt kellene megnéznünk, hogy hisz-e valaki abban, amiről azt mondja, hogy hisz. Azt kellene megítélnünk, hogy az, hogy valaki csoportosan a fakopáncsokat lesik az erdőben, az minősülhet-e rituális tevékenységnek, vagy nem. Erre azt gondolom a modern felvilágosodott jogelméletben csak egy válasz lehetséges, az állam ezt nem teheti meg. Az, hogy valami vallás vagy nem vallás, hit vagy nem hit, ritus vagy nem ritus, ezt az állam nem ítélheti meg semmilyen módon. Ez azt jelenti, hogy az államok nem osztottak kártyát annak a megítélésében, hogy egy bármilyen gazdasági tevékenységet folytató közösség, ami magát vallásosnak nevezi, mondja vagy deklarálja, az tényleg igazán vallásos-e vagy sem. No, ebből elég sok minden következik szerintem. Néhány következtetés megpróbálok levonni, jó általános és elvontan. Szerencsére nem korlátoz az idő, hiszen többen elmondták lényegében azt, amit én akarok. Az előző szekcióban, az utolsó két előadás elég nagy részben megfogalmazta azokat az elveket, amiket én szeretnék, meg hát tulajdonképpen mind most megtudtam. Ezeket már Deáktól vagy Ötvös Józseftől is eltanulhattok volna ezeket az alapelveket. Mégis egy kicsit kisarkítva, dogmatikusan, fogalmilag kifejezve. Szóval, maga az egyház szó bármilyen alkalmazása sérti a lelkiismereti szabadságot. Sérti azért, amit Hag Péter is említett, ugyanis a különböző vallások, nagyon sok, nagyon fontos vallásról van szó, nem egyszerűen a szót nem használják, hanem a fogalmat sem. Soha nem volt hindu egyház, és noha marginálisan bizonyos buddhista egyházakról lehet beszélni, de nem jellemző formája a buddhizmusnak az egyház. Nem akarnék belemenni abba, hogy mit jelenthet az egyház, ez eredetileg egy szigorúan katolikus eredetű fogalom, de nem érdekes a pontos meghatározás. Biztos, amit értünk rajta, hogy a nagyjából egyhitűek, azok létrehoznak valami nagy közös minimum nemzeti méretű, de inkább az vallás minden tagját világszinten összefogó valamifajta szeretet, valami effélét értenénk egyházon. Tehát ez nagyon sok vallás, az archaikus vallások kivétel nélkül nem csinálták. Nem volt ilyen típusú szervezetük. Ezért tehát a bizonyos vallásos emberek lelkiismereti szabadságát is sérti, hogyha egyházba kényszerítik őket, ilyen szervezet létrehozására kényszerítik őket, mert különben elvesznek számukra egyébként járó támogatások, stb. De hát természetesen ugyanígy brutálisan sérti azoknak az embereknek a lelkiismereti szabadságát, akiknek a lelkiismerete nem kötődik semmifajta vallási szerveződéshez, nehogy Isten kimondottan vallás nélküli, vagy akár vallás ellenes az ő lelkiismereti meggyőződésük. Az ateistáknak egy modern államban ugyanannyi jog kell, hogy legyen, állami támogatásokhoz való hozzájutása is ugyanannyi jog kell, hogy legyen, mint a bármifajta hitet gyakorlóknak. Az államnak egyformán kell megbecsülni és tisztelni a különböző nézetű embereket. Tehát az egyház szó a legtöbb vallási tradíciót kirekeszti a nem hívőket. Továbbá
megismétlem azt, amit az előbb mondtam, csak más összefüggésben. Az egyház fogalmát nem lehet értelmezni az egyházat alkotó vallásos emberek nélkül. És már tisztáztuk, hogy annak a mérlegelés, hogy valaki vallásos-e, őszintén az mennyire az, és ez egy komoly vallás-e, ez egész egyszerűen összeegyeztethető a modern jogállam fogalmával. Tehát az, hogy egy közösséget alkotó emberek, azok hívők-e, vagy vallásosak-e, ezt egész egyszerűen nem lehet mérlegelni, márpedig egyháztat nyilvánvalóan hívő vallásos emberek alkotnak, tehát az egyház fogalmát sem használhatja a jogrend, aminek ugye ítélni kell bizonyos dolgokról. Ugyanígy nyilvánvalóan az egyház fogalmát nem lehet a vallás fogalma nélkül definiálni. Most aki valahogy foglalkozott, ez az tudja, hogy ennél definiálhatatlan fogalom nagyon kevés van, legalábbis olyan, amit intenzíven használunk. Tehát egyetlen egy közös pont sincs, egyetlen egy olyan mondatot sem lehet mondani, ami minden egyes vallásra igaz. Most azon kívül 20 millió más tevékenységre is, tehát hogy emberek csinálják meg, stb. Tehát nem igaz, hogy a valláshoz hozzátartozik a transzcendencia, nem igaz, hogy a valláshoz hozzátartozik az isteit, nem igaz, hogy a valláshoz hozzátartozik a templom, nem igaz, hogy hozzátartoznak a papok, nem igaz, hogy a valláshoz hozzátartoznak az egységes szertartások. Vannak fontos vallások, amik a fenti kritériumok közül egyiket, másikat, vagy akár mindegyiket megsértik, és ugyanakkor senki komoly embernek, szociológusnak nem jutna eszébe kétségbe, hogy ezek vallások. Számomra az is nyilvánvaló, hogy életkor alapján megkülönböztetni a vallási tradíciókat, ez eltekintve attól, hogy méltányolom az anti-hippi érzelmeket, tehát ez a New Age-es mozgalmaknak a teljesen indokolhatatlan és méltatlan megkülönböztetésének látszik. Oké, mi következik mindebből? Szerintem az következik, hogy egy korszerű joganyagban az egyház szó és bármilyen szinonimája is nem szerepelhet. Egész egyszerűen. A jog nem használhat olyan szót, amit nem lehet bíróilag megítélni, mert nem eldönthetetlen, hogy mire vonatkozik és mire nem. Tehát ezt a szót mellőzni kellene. A lelkismereti szabadság fogalmából vezettem le a dolgot, tehát nem magasabb elvekből, de ebből igen. Természetesen nem is kell, semmi szükség nincs ennek a fogalomnak a használatára. Két eset lehetséges. Egyház vagy jó, vagy nem jó. Ha egy egyház jó, akkor ez nem azt jelenti a modern jogrend szempontjából, hogy a hívei üdvözülnek. A hívek szempontjából ezt jelenti. De a jogrend erre nem lehet tekintettel. Tehát a modern jogrend szempontjából egy egyház jó, hogyha tovább élnek a tagjai, hogyha törvénytisztelő állampolgárok, hogyha bizonyos szolgáltatásokban részesülnek, stb. Ezek mind megfogalmazhatók a transzcendenciára utalás nélkül, és úgy kell megfogalmazni. Ha támogatnunk kell az idősek otthoni gondozását, kitűnő eszme, ezt nem szabad ahhoz kötni, hogy a támogató az fel tud-e mutatni egy egyházi pecsétes papírost, vagy nem. És ez az összes többi társadalmilag támogatandó, rengeteg ilyen van, társadalmilag támogató egyházi cél esetében egyértelműen így van. Semmi szükség sincs tehát. Nem lehet használni az egyház fogalmát, és semmi szükség sincs rá. Ráadásul ellenkezik a modern szabadságjogokkal, szabadság elvekkel, úgyhogy én azt gondolom, hogy azzal járnánk jól, ha mellőznénk. Ha jól érzékelem, körülbelül egy percnyi időm maradt, úgyhogy már csak egyetlen egy icike-picike gondotot jeleznék, és csak azért, mert ez mintha nem került volna szóba eddig, mármint kritikai jellel nem került volna szóba. A vallásszabadság alapvető vonásának tűnik az, hogy az állam nem avatkozik bele a vallási tevékenységbe, az egyházak ügyeibe, stb. Azt gondolom, hogy ez egy nonsens. Ez egy nonsens, ez egy jogi anomália, egy zárványt konzervál egy modern polgári társadalomban. Pontosan úgy és pontosan annyira kell az államnak beavatkozni az egyházak ügyeibe, mint bármilyen más közösség ügyeibe. Pontosan annyira. Ha én egy egyháznak a híve vagyok, és igénybe veszem az egyház ilyen és olyan szolgáltatásait, ezzel éppen úgy egy implicit szerződést létesítek, mintha felszállok az autóbuszra. Ennek az összes következményével rám nézve, tehát azt gondolom, hogy méltányos, ha egy egyház, amikor én meggyalázom az ő szent helyét, azzal az álszalon megyek be, hogy én hívő vagyok, akkor ezért a megbüntetésemet kéri, és pontosan úgy, hogy méltányos, hogyha én belépek egy egyházba, tagja leszek, híve leszek, és támogatom, abban a hitben, hogy majd eltemet engem becsületesen, és nem temet el, akkor én hagy fordulhassak a bírósághoz. Köszönöm szépen. Hát. Nagyon köszönjük Ruzsa Ferenc tanár úrnak ezt. A Ruzsa Ferenci humort köszönjük, amit vártam is tőled, és azokat az éles kérdéseket, amiket felvetett.
Valóban van egy terminológiai zavar, és erre szeretném fölhívni, mint vallástörténethez egy picikét értő ember a dolgot. Most nem a törvény egyház fogalom, amit már én régen leírtam, régen elmondtam, hogy ez mennyire béna fogalom, ha a vallást kellett volna használni az egyház helyett, mert ez egy keresztény fogalom, ha nem is római katolikus, de keresztény bibliai fogalom, hanem ami érdekes, két dolog állandóan keveredik egymással, a hit és a vallás. A hit az egy egzisztenciális fogalom, spirituális, ahogy mondtad. Nem lehet jogszabályokat hozni. Ez éppen olyan emberi jog, hogy mit tudom én, a lélegzetvétel szabadságáról nem hozunk törvényeket, mert ostobaság lenne. Ez az egyik, a másik a vallás. A vallás viszont egy történelemhez kötött fogalom. Az egyiket lineárisan, a másikat pedig vertikálisan ábrázolnám. Ha egy tábla lenne itt, ez a régi tanári attitűd kiüt belőlem. És ennek a figyelembevétele nagyon fontos lenne. A vallással igenis kell foglalkozni úgy, ahogy a Feri mondta, nem is ilyen élesen, hogy beperelem, halálom után beperelem az egyházamat, mert nem temetettem rendesen. Ugye ez csak nonsens példának szántad. De hát ebben tényleg van egy alapvető igazság, szóval ezen a vitánál gondolkodni kell. A moderátornak nem az a feladata, hogy megoldjon mindent, hanem feldobjon labdákat, és drága tanár úr, feldobtál labdákat. Úgy köszönjük szépen.